Balatonszászon vagyunk a Solideo Gloria rendezvényközpontban, a Refisz Református Fiatalok Szövetségének a nagy nyári táborában. A témája az imádság, kapcsolódni vágyom. Azt látjuk, azt tapasztaljuk, hogy a fiatalok szeretnének kapcsolódni nem csak egymáshoz, egymással, hanem Istenhez is. A korábbi években is ezeket tapasztaltuk, hogy a kapcsolódás számukra nagyon fontos, családhoz, barátokkal, és hogy a Refisz táborba is azért jönnek el évről évre, hogy beszélgethessenek egymással, kapcsolódjanak, és szeretnénk ez imádságnak ezt a misztikumát, ezt a megfoghatatlanságát átadni nekik. Ez nem csak a személyes találkozásoknak a hete, hanem Istennel is lehet találkozni, és sokat lehet beszélgetni, elmélyülni egy-egy kérdésben, formálódni, vagy csak dicsőíteni őt. A zene az nagyon-nagyon közel áll hozzám, hiszen az egész családunk zenész. Zongora, fuvola, éneklés, ez minden megy nálunk. A dicsőítés meg még közelebb, mert így sokkal jobban megtalálom a hangot a keresztény emberekkel is, illetve Istennel is. A nagy közös előadás után a kis csoportos beszélgetések azok korosztályok szerint vannak. Nyilván a kisebbekkel, több játékkal, több feladattal, illetve a délutáni programokban is igyekeztünk azt, hogy minden korosztály megtalálja érdeklődésének megfelelő témát. Ilyenek például a dupla kávéink, ezek fakultatív programok, többnyire előadások vagy kézműves foglalkozások. Éppen fociról jöttünk, szóval én meg annak a lendületében vagyok. Nagyon élvezem a csoportbeszélgetéseket különösen. Nekem az nagyon jó, hogy egy olyan közösségben lehetek, ahol mindent úgy mondhatok el, hogy azt tudom, hogy az ott abban a körben marad, és ez így tudok őszinte lenni. Abban is segít ez a tábor, hogy könnyebben megyen az ismerkedés. Szeretném, hogyha tudna rajtam változtatni abban, hogy esetleg kialakul egy jobb imarutinom, vagy egy jobb módszer a bibliaolvasásra. Az eddigi kedvenc a mai előadás volt. Nagyon tetszett a főelőadónak a nyitottsága és az őszintessége, és kiemelte a legfontosabbat, hogy az Istennel való kapcsolatunk fontos, hogy előtte rendeződjön, és utána tudunk kapcsolódni másokkal. Az imádság sokkal több, mint hogyha egy emberrel, egy pszichológussal vagy egy lelkigondozóval ülnék le. Istennek is a gyógyítását, a válaszait, a vezetését meg tudjuk tapasztalni az ima során. Úgyhogy fizikailag is feltölt, és lelkileg is gyógyít.